Sziasztok! Kellemes és szép napot kívánok minden nézőnek. Ez itt az igazi Dopement TV adása, benne pedig nem más, mint a Doperatív. A törzs fejével, Laci királlyal, a guruval, akiben csalódni fogtok, a holdra mutató ujjakkal. Ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel az igazi Dopement TV YouTube csatornájára, lájkoljátok, diszlájkoljátok, illetve kommenteljétek annak a tartalmait ízlésetek vagy ízléstelenségetek szerint, de mindenféleképpen iratkozzatok fel, nyomjatok rá a kis harangra, és osszátok meg a tartalmakat. Ha a Facebookon követtek, a subscribe gombot tegyétek magatokével, és nagyon fontos, a Facebookon a legfontosabb, nem is a like, hanem a megosztás. Mindent osszatok meg, amit kirakok a Dopement falra, kérlek titeket, és ha tehetitek, rendszeresen gyertek vissza, és nézzétek a tartalmakat. Bekövethetnétek az Instagramon, mert ott jók a filterek. A Twitteren, a TikTokon fönn vagyok a Redditen, és van egy különbejáratú Dopfiber mafiám. Lehet támogatni a tartalomgyártást a patreon.com/azigazidopmenttv oldalon. A cél az, hogy legalább annyi patronusom legyen, mint Gulyás Marcinak és a Partizának. Egyelőre forradalmi már a szám, a hét elején még 25-en voltunk, ma már 26-an. Mind a 26 patronusomat ezúton ölelem, csókolom. Ha YouTube-on nézed ezt az adást élő premier formájában, akkor küldhetsz szuper csetet. Az is elérkezik valamilyen formában hozzám, a TikTokon pedig, hogyha élőzök, lehet küldeni ajándékot, illetve a videók alatt is lehet ajándékokat küldeni. Sokan azt hiszik, hogy ez koldulás, nevezzük annak, teljesen mindegy. Régen úgy koldultunk, hogy a lemezboltba eljuttattuk a lemezeket, és megvették a rajongók, meg koncertjegyeket vettek. Az élet az bebizonyítja azt, hogy a világ mozgásban van, és flexibilisnek kell lenni annak, aki a szórakoztató iparban, illetve a közszereplésben működik. Most ezek a bevételi csatornák. Úgyhogy felsorolom őket, aztán ha te akarsz, élsz velük, ha nem akarsz, nem élsz, ez a te dolgod. Készül az új lemez, és nem sokára jön róla az első klip, ami a Pénz meg a hatalom címet viseli. Azt kell, hogy mondjam, nagyon komoly a dal, igazán madafaka, Dopement style, régi iskola, új köntösbe öltöztetve, tulajdonképpen a téma hasonló, de másféleképpen mutat rá a valóságra, mint ahogy ezt eddig tettem. Mert ha ugyanúgy tenném, ahogy régen tettem, akkor már vagy nem élnék, vagy börtönbe lennék, vagy megőrülnék, vagy megőrültem volna, mögött megőrültem, nem? Felesen tudja, hogy normális vagyok, kevés, de szabad lábon vagyok szerencsére. Úgyhogy nem a kényszer zubbonyba és a gumiszobában. Úgyhogy jön az új klip, Pénz meg a hatalom, készüljetek rá, és amikor majd kijön, akkor minél többen osszátok meg. Ez a legfontosabb. Ezt a videót is oszthatjátok, hogyha szeretnétek. És ami még nagyon fontos, gyerekek, az az, hogy hamarosan jönnek ezek a frenetikus pólók. Ezek a frenetikus pólók érkeznek. Készülnek a grafikák háromféle verzióban. Godfather, Don Vito és Apu. Ezzel a grafikával lehet majd rendelni, úgyhogy nem sokára megvan a webshop, és akkor ezeket a pólókat is lehet majd rendelni a tanárról. Itt a tanár! Itt a tanár! Úgyhogy aki vágyik ilyen pólóra, az nem sokára megkaphatja. Közben 20%-ra ment a aksinak a töltése, úgyhogy hozok egy töltőt. Várjatok? Van itt. Ez egy kurva jó videó már. Nagyon aktív, sokat mozgok. Várj. El ne menjetek sehová, mindjárt jövök. Na és a mai témánk, az pedig nem más, mint a demokrácia deficit.
A demokrácia deficit. Arról fogok ma beszélni nektek egy kicsit. Számomra ez egy izgalmas téma, és nem régen a kis Mocsár Gyuszival ezt elkezdtük fejtegetni. Igen. Na most az van közben, hogy ez a töltő lehet, hogy nem annyira Tiger. Úgyhogy kicserélem egy másikra, és most így kell majd beszélgetnem. Na, ez aztán faszán aktivizálódott ez a videó. De semmi gond, átköltöztök velem a hálószobába, és akkor ott elmondom, amire gondoltam ezzel kapcsolatban. Mert ugye magyar kormány és berendezkedés kritikusainak egyik fő problémája az, hogy állítólag marhára demokrácia deficit van ebben az országban, és nekem ezzel kapcsolatban van egy-két gondolatom. Úgy általában. Igen, ez az élő műsornak a varázsa, de ez szerintem emiatt fog hasítani, mert a nézőknek a száma egyre nagyobb. Úgyhogy lehet, hogy így fogom ezeket a darma meg álmok futós videókat elkészíteni. Jaj, gyerek! Recseg az ágy, mintha feküdne rajta valaki. Na, ciao, itt vagyok még egyszer. És nem fogom ezt megvágni, hanem így egy az egybe föltolom. Szóval, demokrácia deficit. Ugye, vannak itt kritikusak, sokan, nem túl sokan már, de még mindig sokan, őket hívják ilyen belpesti értelmiségieknek, de nem csak Belpesten vannak, hanem szerintem máshol is. Tehát sokan vannak, akiknek az a baja, hogy Magyarországon diktatúra van, meg nincs demokrácia. És hogy az emberek itt nem szabadok, és el vannak nyomva, és tulajdonképpen minden halad egy fajta fasiszta berendezkedés felé. Ezzel szemben az én tényállításom az az, hogy jelen pillanatban Magyarország az egyik legszabadabb ország a világban, és ennek több oka is van. Egyrészt az, hogy jelenleg a világhelyzet, a szövetségi rendszer, amiben vagyunk, az nem enged meg egy totális diktatúrát. Autokratikus berendezkedést ugyan szerintem engedélyez, de totális diktatúrát nem. A történelmi körülmények sem adottak hozzá, és az sem adott hozzá, hogy egy szellemi vonalon, vagy egy eszmeiségen kialakult diktatúrát gyakoroljanak Magyarországon, amit eszmeiség nevében sosem tudtak úgy gyakorolni, ahogyan azt más országokban tették. És azt is elmondom, hogy ezt mire alapozom. Persze én nem vagyok történész, meg lehet engem cáfolni, nem is nagyon végeztem kutatásokat ilyen irányba, de ugye józan paraszti eszemnél fogva elkezdtem ezen egy kicsit lamentálni, polemizálni, gondolkodni, és gondoltam, megosztom veletek, meg némi nemű kutatásokat is láttam ezzel kapcsolatban, majd azokról is beszélek, bár ezeket már kifejtettem régebbi videóban, de sosem árt ismételni, hiszen az ismétlés az a tudásnak az atya, meg az anyja, ezért mantráznak például a szerzetesek. De hogy mi van ezekkel a demokráciákkal, és miért vagyunk mi például az egyik legszabadabb ország itt a Föld nevű bolygón, annak is megvan az oka. Szóval ezek a rendszer, meg kormány kritikusok ugye úgy beszélnek nyugatról, Nyugat-Európáról, illetve az Egyesült Államokról például, mint hogyha azok tényleg és valóban a szabadságnak a netovábbjai lennének, és ott aztán az emberi jogokat teljes mértékben és korlátlanul gyakorolhatnák az emberek, illetve a szabadságjogokkal olyan módon élhetnének, ahogy azt egy ilyen idealizált világban, egy paradicsomi állapotban megteheti az ember.
Tehát úgy tekintenek ezekre a nyugati országokra, mint valami olyan modellekre, amik a emberi jogok és a szabadságnak a példái. Na most az én állításom az az, hogy ezek a kritikusok, ezek a rendszer és kormány, meg berendezkedés kritikusok, ezek összekeverik a jólétet a szabadsággal. Tehát valóban Nyugat-Európa egyes országai, illetve az Egyesült Államoknak a partvidéke, mert azért az Egyesült Államok az nem csak a fényből, meg a csillogásból, meg a pompából áll, hanem van ott bizony Középnyugat, meg gyárvárosok, meg Rozsdanegyed, meg Fekagettók, meg Latingettók, meg portorikói negyedek, szóval az is ám az Egyesült Államokhoz tartozik, meg a mexikói határ is, meg a sivatagos részek, délnyugati államok, szóval van ott az Egyesült Államokban sok minden, de ami ide jutott az Egyesült Államokból, az valóban a fény, a pompa és a csillogás, meg biztos, hogy van egy gazdasági erő és fegyveres haderő is, de az nem jelenti azt egyébként, hogy az Egyesült Államok az teljes mértékben egy jóléti állam lenne. Tehát az Amerikai Egyesült Államokban élő emberek nagyobb része egyébként nem él jólétben, tehát ez egy hatalmas tévedés azt hinni, hogy az Egyesült Államokban az emberek gazdagságban élnek. Az Egyesült Államokban az emberek többsége az robotol, gürizik, meg tulajdonképpen valamiféle leszeparált gettóban elnyomva éli az életét, és van egy olyan számos társadalmi réteg, ami pedig közép és felső közép osztályként, illetve gazdag elitként, hát habzsidőzsizik egyelőre még, aztán majd meglátjuk, hogy meddig. Valamilyen módon ez igaz Nyugat-Európára is, tehát Nyugat-Európában is a Európai Unió magországaiban élő őshonos állampolgárok, tehát a német-németek, a francia-franciák, az angol-angolok, akik már nem az Egyesült Állam Európai Unióban vannak, vagy az EU-ban vannak, ők valamilyen módon jólétben élnek, de azért, hogyha elmész ezekbe az országokba, és eltöltesz egy kis időt, akkor rájössz, hogy azért az sem teljesen úgy van, ahogy mondják, de valóban volt egy jóléti állam a nyugat-európai részen, ami egyébként már a 90-es években elkezdett felszámolódni és megszűnni, de ideaként, illetve követendő példaként még mindig a világ keleti része, illetve ázsiai része és afrikai része előtt áll. De ám ez egy illúzió, tehát amikor ezek az emberek migránsként vagy bevándorlóként megérkeznek ezekbe az országokba, akkor rájönnek, hogy egyrészt őket oda rabszolgamunkára szerződtették, másrészt arra is rájönnek, hogy azért a bab nem hús. Tehát, hogy ez nem teljesen úgy, ahogy elképzelték. Lehet, hogy a kirakatok szépek, adott esetben jobb minőségű autók mászkálnak az utcán, meg gazdagok az emberek, akik az étterembe ülnek, de ez számukra nem adott. Tehát ők ezt nem kapják meg. Sőt, amint azt látjuk a jelenlegi világ folyamatokban, az őshonos polgárok is egyre komolyabb problémákkal néznek szembe a buta és ostoba politikai vezetéseknek köszönhetően, amik generálják ezt a folyamatos világfeszültséget, amiben mi élünk. Na most a elmúlt 2-3 évben zajló Covid helyzet, meg most a háborús helyzet, és az azzal kapcsolatos működések és folyamatok bebizonyítják, hogy azért ez a demokrácia, amiről beszélünk itt, ez egyáltalán nem olyan módon működik, és nem úgy működik, ahogy azt az emberek elképzelik. Bár ezek a rendszerkritikusok, meg értelmiségiek, akik Magyarországon például a demokráciát hiányolják, ők még mindig úgy csinálnak, mint hogyha ezek valami álomdemokráciák lennének. Nem azok. Szóval attól nem lesz valami demokrácia, hogy a fővonalon, tehát a kommunikációs sodor fővonalán egy olyan dolgot erőltet, vagy hangsúlyoz, vagy kommunikál, ami
most a figyelőknek, meg a hallgatóknak a számára esetlegesen még idegen vagy újszerű. Tehát ilyen volt például az LMBTQ propaganda, meg sok minden más. Tehát az a lényege, hogy olyan, attól, hogy olyan kommunikációkat erőltetnek fősodorban, illetve olyan módon határozzák meg a mainstream irányzatokat, amik még eddig újszerűek, vagy másfélék, mint ahhoz, amihez az emberiség eddig hozzászokott, ez nem teszi őket demokráciává. A működésük például sokkal kevésbé demokratikus, vagy az egyén szabadságának szempontjából, sokkal kevésbé engedi meg a szuverenitást, mint mondjuk itt például Magyarországon van. Ami nem jelenti azt, hogy Magyarországon rendszer szinten például nem működhetnek diktatórikus elemek, de az egyén szemszögéből ugye sokkal szabadabb a világ, sokkal kevésbé nyúl bele a rendszer az egyén életébe. Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban mindenhol egy kicsi másképp, ez sokkal inkább belenyúl az egyén életébe, de lehet, hogy a rendszer szintjén pedig ott demokratikusabb a működés. Tehát eljátsszák azokat a fajta folyamatokat, amik egy demokrácia érzetéhez kellenek. De ott sem működnek demokratikusan dolgok. Szabadság meg aztán teljesen más felfogásban van, mint itt. Tehát nem véletlenül van az egyébként, amire még azok a magyarok emlékeznek, akik akkor voltak fiatalok, amikor a nyugatnémetek jöttek a Balatóhoz, vagy például nem is olyan régen, még amikor az angol turisták jöttek ide Budapest belvárosába. És hogyha megnézitek, például ezek a nyugat-európai turisták, ezek bármikor kiszabadultak ide, úgy viselkedtek, mint az állatok. A németek is lent a Balatonon, és az amerikai, illetve az angolok is egyébként a belvárosban. Ez nem véletlenül van, mert otthon bizony keményen vannak fogva. Tehát szigorú rendszer és szabálykövetés van otthon. És ez nem véletlen van, hogy amikor ide jönnek, itt meg azt mondják, hogy mindent szabad. És itt úgy viselkednek, ahogy. Ez érthető, csak ez ebből kifolyólag működik itt. Na, de szóval ez demokrácia deficit, ez a téma. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként az a fajta demokrácia, amiről ezek az idealisták, illetve értelmiségek beszélnek, olyan demokrácia sehol nincsen, tehát működésképtelen az országok többségében. Talán, ahol működik, az Észak-Európa egyes országai, Svédország, Finnország, Norvégia, talán Dánia, ezeken a helyeken működhetnek ezek a demokráciák, leginkább azokhoz a demokráciákhoz hasonlóan, amiről itt emberek képzelegnek. De a világ többségében ez nem így működik, és ennek bizony megvannak az okai. És gondolkodtam azon, hogy mi lehet ennek az oka. Ugye készült az észak-európai népek múltjáról egy nagyon jó sorozat, a History Channel-en ment, a Vikingek című sorozat. Ez majd be fog kapcsolódni abba, hogy ott miért működik ez a szociálisan érzékeny demokrácia, vagy szocialista demokrácia, vagy szociáldemokrácia sokkal jobban, mint máshol. És például miért fontos Magyarországon az egyéni szabadság sokkal inkább, mint máshol, és hogy miért van az, hogy lehet, hogy a rendszerek valamilyen módon demokratikusabbak nyugaton, mint mondjuk itt, meg az elosztások, meg stb. De közben meg nagyon nagy szigor van, és ilyen önként vállalt szigor van, és önként vállalt droidság van Nyugat-Európában, tehát ott mindig a fősodor. Mindegy, mi a fősodorba behajolnak, és az úgy van. Na, én azt gondolom, hogy itt a szabadság, meg a demokrácia kérdése, az kőkeményen összefügg a keresztény vallásnak a gyakorlásával. Most félre ne értsetek, senkit nem akarok megsérteni, és közel sem arról van itt szó, hogy bármiféle vallással, filozófiával problémám lenne. De ugye vannak az eredeti jézusi tanok,
és van az egyház és az egyházi hierarchia, és a különböző keresztény egyházak működése. Na most, hogyha persze a jézusi tanok azok a szeretettel foglalkoznak, a szeretet megvalósításával, gyakorlásával, és tulajdonképpen ezt hirdetik, és ebbe az irányba terelgetnék az emberiséget. De erre alapult egy egyházi szisztéma, ami először ugye a katolikus egyház lett, aztán pedig jöttek a különböző, még szigorúbbnak mondható református vonulatok. Na most, ha megnézitek a keresztény egyház által sugárzott világképet, az az, hogy van egy főnök, az az Isten, és amit a főnök mond, tehát ugye a Szent Könyvben, ami le van írva, és ami a főnök mondása, tehát amit a főnök mondott, az úgy van, és azt kérdés nélkül meg kell csinálni. Tehát így lehet az, hogy tulajdonképpen megnéztünk ugye egy bódhiszatvát, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus, aki lejött, elvileg Istennek a fia volt. Na most az meg egy más kérdés, hogy latin fordítást olvastok, the son of God, vagy a son of God, a görög fordításból. Tehát, hogy az Isten fia, vagy Isten fia, mint ahogy minden más ember is Isten fia meg lánya. Tehát ez meg egy más kérdés. De ugye itt a latin fordításról játszunk, tehát az a játszunk, tehát az Isten fia lejött, akit apukája, aki az egész világot irányítja, és azért küldte ide a kisfiát, hogy megmutassa, hogy hogyan lenne érdemes élni, az emberek szeme láttára tulajdonképpen látványosan kivégez. Na most azt ennek elvileg lennie kellett volna valamiféle következményének, mert ennek hatására az embereknek el kellett volna kezdeni másképp élni, meg viselkedni, meg működni egymással szemben, de hát amint azt látjuk a mai világunkat, meg a világelit működését, meg a különböző lobbiknak a működését, meg a háborúkat, stb. Tehát ez a dolog nem nagyon érte el a célját, tehát egy ilyen élő figyelemfelkeltésként, felkiáltójelként tekinthetük rá, de a célját nem érte el, hiszen ugyanaz szemétünk mocskosul viselkedik az egymással, meg a bolygóval, meg a többi élőlényekkel szemben az emberiség. Tehát magyarán végignéztünk egy olyan jelenetet, ahol egy édesapa föláldozza a saját fiát, és ráadásul még célt sem ér vele. Tehát maximum annyit van, hogy hát van egy kis lelki furdalásunk, hogyha szemétkedünk a másik emberrel, de gyorsan átsiklunk felette. Tehát magyarán egy olyan működést nézünk végig, bólogatva, ami teljesen ellentétes azzal, hogy egy szülő a gyerekével szemben viselkedik. És ezt ugye kinyilatkoztatják, hogy ez így rendben van, tehát ez elfogadandó. Na most, ha belegondoltok, például a gyakorló keresztények vagytok, meg minden, így gyakorló keresztényként végignéznétek, hogy a gyereketeket keresztre feszítik? Hogyha úgy érzitek, hogy na most ezáltal megváltozik a világ? Hát nem nagyon hiszem. Azt gondolom, hogy erre nagyjából mindenki, akiben épp kézláb szülői ösztön van, vagy emberi ösztön, vagy humánus ösztön, azt se szereti végignézni, hogy az emberek mást feszítenek keresztre. Bár volt az emberiségnek, mert most is van olyan időszaka, amikor vidáman nézi másnak az akasztását, meg megkövezését, de azért alapvetően, ha nem állunk össze tömegbe, akkor képesek vagyunk valóban érző emberi lényként viselkedni, és akkor ezt nem jó érzéssel nézzük. De az egyházi működés, ami fonódott az államokkal a német-római birodalomban, illetve hát ott az Európa nyugati részén, ez tulajdonképpen egy olyan hierarchikus gondolkodás alapozta az egész működését, ahol ezt a fajta, hát mondjuk azt, hogy védhetetlen szemszögre, vagy szempontra, így bólogatnak az emberek. Tehát magyarán ez a fajta egyház működés, ez azt alapozta meg, hogy amit a főnök mond, az van. Tehát amit az Isten mond, az van.
vagy amit az Isten földi helytartója mond, az van. Amit a király mond, az van. Amit a munkahelyeden a főnököd mond, az van. Tehát ez erre lett alapozva. Alapvetően az individualitást, a szabadságot, a pillanatban gyakorolható szabad akaratot, ezek a fajta berendezkedések elkezdték minimalizálni. Tehát erre építették föl az egész rendszert, erre a hierarchikus működésre. Na most ezért gondolom azt, hogy bár példaként tekintenek a demokráciával kapcsolatban ezekre az országokra, de ezek az országok, ha jól megnézitek nyugaton, Németország, Anglia, Franciaország, stb. Szóval ezek a nyugati országok, még akár Olaszország is, bár azért az a maga módján ugye svindlis, meg minden, tehát akik a legrégebben a kereszténységben élik az életüket, ahol a legjobban be van fonódva, szívódva a kereszténység, és ez a keresztény egyházat értem ez alatt, nem a kereszténységet, tehát a katolikus és református egyházat értem ez alatt, amikkel egyébként szintén semmi bajom nincsen, tehát őnekik is megvan mindenféle vetületük, tehát nagy üzleti vállalkozások, és egyébként végeznek szent munkát is, ugyanúgy, mint a többi egyház, de ami a lényeg, tehát hogy ott individuálisan az egyén ott a legkevésbé szabad, és ott hajtja be magát az akaratnak leginkább, ahol a legrégebb óta van kereszténység, illetve keresztény egyház, vagy katolikus, vagy református formában. Ahol a református egyház van elhatalmasodva, vagy az van a túlsúlyban, ott még inkább ez van. Tehát, hogyha megnézitek, ha Németországban megszavaz valamit a parlament, vagy Angliában, vagy ezekben az országban, ezek vigyázba állnak. Tehát lehet, hogy jólétben vannak, de ha azt mondja a kormány, hogy ez van, akkor ez van. Tehát, hogyha azt mondja, hogy szivárványos bugyit vesz mindenki, akkor mindenki szivárványos bugyit vesz. Hogyha azt mondják, hogy támadjuk meg Ukrajnát, szállítsa, akkor az a mindenki nagyjából egyetért. Most lehet, hogy kimegy 100 millió emberből fél millió tüntetni, stb. De a nehézségi erő az mindig behajol ennek, amit a fősodor akar. És ez nagyjából ebbe gyökeredzik. De tök furcsa, hogy az LMBTQ-t is ilyen módon támogatják, mert elviekben azt gondolnák az emberek, hogy ez mennyire ellentétes ugye az egyházi tanításukkal, stb. De mégis ebbe gyökeredzik, hogy nincs bennük semmiféle immunitás vagy ellenállás a fentről jövő parancssal szemben, mert olyan régóta élnek ebben a berendezkedésben, ahol az van, hogy amit a főnök mond, az úgy van, hogy bármi jön föntről, amit megszavaznak, ezek elfogadják és bólogatnak hozzá. Tulajdonképpen ezért lehet idióta döntéseket, amik önromboló, önkárosító döntések Nyugat-Európába átvinni mindenféle nehézség nélkül, társadalmi ellenállás nélkül. Ezért lehet gerjeszteni háborús feszültséget, ezért lehet önkárosító módon végrehajtani bizonyos lobbik hatására üzleti fordulatokat, mert amit a rendszer mond, Nyugat-Európában ők azt megcsinálják. Plusz, hozzátéve a társadalmuk sem olyan maszkulin, mint például a keleti társadalma. Tehát kevésbé macsók is. Ugye ez az állandó csiszolt társadalom, ez elveszti a macsóságát, az egyéniséget, tehát sokkal inkább ilyen módon működik a dolog. Amerikai Egyesült Államok szintén. Tehát ott nincs olyan, hogy bemész egy szórakozó helyre, és azt mondják neked, hogy egy órakor last call, hajnal egykor, vagy éjfélkor Kanadába. Leveszik előled az italt, és elmész haza szépen. A rendőr rád szól, vigyázba állsz. Tehát ezek ezért vannak, mert ilyen módon működnek ezek a társadalmak. Erre van alapozva minden. Hogy atyuska fönn a mennyekbe azt mondja, az van, akkor az van. Na most a szabadság, annál szabadabb egy nép,
és annál működőképesebb például a demokráciája, minél tovább élt törzsi társadalomban. És például a szociáldemokrácia az azért működik Észak-Európában, mert ugye ezek a norvégek, meg svédek, meg ezek a vikingek, ezek nagyon sokáig törzsi társadalomban éltek. Ezek még nem olyan régen tértek át a keresztény hitre, és ugye a környezetük, meg a természethez való közelségük miatt ez sem volt szerintem teljes mértékben 100%-os. Tehát, hogyha nézitek a kultúrájukat, náluk például nagyon aktívan működött a különböző ilyen death metal, meg black metal, meg ilyen-olyan műfajok, amik visszanyúltak ez a természethez, meg a misztikus, sötét vagy világos energiákhoz való kötődéshez. Szóval ő náluk a törzsi társadalom az nagyon sokáig működött. Ha megnézitek a Vikingek című filmet, ami azért a History Channelnek a alkotása, és itt szerintem minden idők egyik legjobb tévésorozata, és minden idők egyik legjobb karakterét termelték ki a Ragnar Lothbroknak a személyébe. Tehát náluk például a törzsi társadalomban ennek a szocializmusnak, szociáldemokráciának a jelei már az elején ott voltak, például a női egyenjogúság. Szóval ott a vikingeknél ők házasodtak, elváltak. A nők is mentek harcolni a hadjáratokba. Férfiakkal együtt vívták a háborút, ott ültek a csónakokban, eveztek. A királyt választották. A királynak nem olyan módon volt hatalma, mint mondjuk egy keresztény királynak, hanem például ki lehetett hívni. És a királynak a kihívása valamit válaszolnia kellett. Tehát például alakulhatott úgy, hogy a királyt kívták párbajra, és egy párbajba kellett megvédenie a koronáját. Ha csak nem bírta valahogy kiintrikálni addig a kihívót. Tehát a kihívó el tudott jutni a kihívásig, akkor a kihívásnak eleget kellett tenni. Tehát akkor is az ő törzsi társadalmuk egy szociálisan sokkal összefonódottabb, ilyen reagens módon működött, tehát sokkal kommunikatívabbak voltak az alkotó elemek egymáshoz képest, és sokkal inkább reagáltak egymásra. Kevésbé volt parancsuralmú, több volt a párbeszéd, több volt az a fajta működés, ami ezt a mostani demokratikus berendezkedésüket sokkal működőképesebbé teszi. Tehát minél tovább volt valaki törzsi társadalomban, annál működőképesebb nála a demokratikus berendezkedés. Mert ugye törzsbe is az van, hogy leül a törzsek, törzsbe a tanácsa, a vének tanácsa, beszélgetnek, megfejtik, a törzsgyűlésen összejönnek. Tehát az valamilyen módon magában hordozza ezt a demokratikus folyamatot, ami utána átvisz a parlamentbe, és egy egyeztetésbe, meg egy beszélgetésbe. Tehát ott ezért működhet jobban ez a szociáldemokrácia. Itt vagyunk mi magyarok. Mi nálunk az egyén szabadsága nagyon fontos. Minket kevésbé érdekel, hogy a kormány milyen módon hozza a rendelkezéseket, mik a ellátórendszerekben, a különböző struktúrákban megjelen demokratikus elemek, azok minket nem annyira érdekelnek. Az érdekel, hogy megszavazzuk a királyt, hogy ki legyen a vezető, de például az, hogy mi kit mennyire tartunk demokratikusnak, az nem azon múlik, hogy mennyire demokratikusak, hanem hogy például az ízlésünknek mennyire megfelelő az az oldal, akire mi szavazunk. Tehát, hogy szeretjük-e azt, vagy nem szeretjük. Aki a Karácsony Gergelyre, meg a Gyurcsányra szavaz, az nem azért szavaz rá, mert demokratikusabb, mint a Orbán Viktor, hanem azért, mert ő szimpatikusabb, és mivel szimpatikusabb, akkor biztos demokratikusabb is, meg akkor biztos igazságosabb, meg biztos humanistább, meg biztos szociáldemokratább, meg szociálisan érzékenyebb, meg stb. Aztán, hogyha megnézzük a működésüket, akkor ez lehet, hogy egyáltalán nem igaz. Tehát, hogyha most közvetlen közelről megnéznénk, hogy hogy működik a fővárosi önkormányzat, vagy milyen döntéseket hoz, vagy ott, ahol például azok az emberek bekerültek a hatalomba, mennyivel lettek demokratikusabbak, vagy átláthatóbbak, vagy ehhez az ideához közelítőbbek, amit az emberek a fejükbe ápolnak, akkor lehet, hogy meglepődnének,
hogy teljesen másképp alakultak a történetek ahhoz képest, amit ők gondolnak. Mert a magyart nem ez érdekli. A magyart a szabadság érdekli, a személyes szabadság, hogy ne szóljanak bele, hogy a gyerekét hova járatja iskolába, ne szóljanak bele, hogy kivel dug, ne szóljanak bele, hogy hogy csinálja a pénzét, lehetőleg hagyják békén, hagyják meg az útjait, stb. Na most ez azért van, azért vagyunk mi is közelebb a szabadsághoz, ugyanúgy egyébként, mint ezek a svédek, meg dánok, mert mi nekünk nagy a szabadságigényünk is. Ez azért van, mert mi magyarok, meg ugyan István király behozta a kereszténységet, meg a katolikus egyházat, mert aktuálisan azt gondolta, hogy ez a magyarság túléléséhez és érvényesüléséhez vezet a középkori Európában, de mi igazából sose lettünk keresztények. Oly módon, ahogy ezt egy klasszikus értelembe vett, katolikus országban, vagy éppen református országban művelik. Tehát mi magyarok ezt a kereszténységet olyan módon sose tudtuk átvenni. Mert ez ránk lett kényszerítve. Tehát rengeteg vér árán nagyon sok embert megöltek, mikor mentek ezek a térítések, ugye ez nem egy rövid folyamat volt, hanem nagyon sok vérrel járó folyamat volt, és igazából ezt nem tettük mi magunkével. Tehát mint egy máz magunkra vettük, de a viselkedésünkben nincs benne. Tehát például, ha megnézzük, ugye mi a keresztény megközelítése a dolgoknak, hát ugye az a keresztény megközelítése, hogy szeretettel fordulok a másik felé, megértéssel, tehát ezeket a tulajdonságokat kerekítem. Na most, ha megnézzük, a magyar népnek a reakciója, meg a működése, az nem feltétlenül így van. Tehát mi megmaradtunk valamilyen módon, ezek a lovasok, ezek a független, a függetlenségért, a véleményért, azon a harapó nép, tehát aki ilyen úton, módon gondolkozik, ezek a nomádok. Belül ezek a nomádok vagyunk, belünk maradtak, hiába volt a sok genetikai keveredés, meg jött ide mindenféle vér, meg genetika. Ennek ellenére, ahogy ide érkeztünk, mi mindig ez az ilyen probléma megoldó, problémából problémába eső, és a szabadság, a rafináltsága, a lovon való működése alapján a hátrafelé nyilazás. Tehát mindig volt valami rafinéria időközben is mindig, mikor jöttek a királyaink, tehát próbálták mindig ezt ránk erőltetni, de mi ezt sose tettük igazán magunkével. Tehát mi nem keresztény módon vagyunk spirituális nép. Lehet, hogy egyes elemek magukra veszik, meg azt a fajta jámborságot próbálják képviselni, de ha megnézitek például bármilyen tévében nyilatkozó, például Hír TV-ben nyilatkozó emberek, nincs vagyok bajom, de ők ugye azt mondják, hogy keresztények, meg hogy az Isten, meg minden, Jézus, stb. És az ellenfeleiken, vagy ugye másik oldalon lévőkön meg úgy káromkodnak, érted, mint a pogány boszorkányok. Tehát azért mondom, hogy ez alapvetően a mi spiritusunkban nincsen benne. Milyen kis, ki ha én nem harcias, ha adjanak, már nem ők fogják megmondani, éles stílust viszünk. És például az Orbánék azt ezt nagyon érzik, és egyébként a Kádár János is nagyon érezte, mert nem lehet a magyarokat olyan módon becsicskítani, ahogy például egy kőkemény keleti diktatúrába be vannak csicskítva. Mert ott meg a kasztrendszeren alapuló történés van. Tehát keleten azért sokkal tisztelettudóbbak az emberek, Japántól Kínán át, mondjuk még Indiában is egyébként, mert ott kasztosodott rendszerek voltak, tehát ott pedig az volt beszilárdulva a világba, hogy kasztrendszerek voltak, átjárhatatlan társadalmi rétegződések, viszont ez erősítette meg a spiritualitást. Mert a fizikális síkon nem tudtad átjárni a különböző kasztok közötti különbséget, viszont ez olyan belső tudati fejlődésnek adott helyet és alkalmat, ami tulajdonképpen a világ kulturális alapjait kitermelte. Mert a végén, hogyha eljutunk oda, minden Kínából jött, meg Indiából.
minden, ami itt a világban van, ugye aztán ugye a görög hellenisztikus kultúra, az kőkeményen össze volt fonódva az ókori közel, meg távol kelettel, már India szintjén, stb. Tehát ugye a lőportól kezdve a matematikán át, a filozófián keresztül minden a távoli keletről jött ide, Európába, meg a világ nyugati fele felé. Ezért nem is szabad őket lenézni, meg megvetni, mert tulajdonképpen mindenféle fundamentumot ők adnak. Sőt, jelen helyzetben, a jelen világban a működés mikéntjét is a keleti filozófiából lehet kimeríteni, mert ugye a keleti filozófia, a Vedanta filozófia, a hindu gondolkodás, a buddhizmus, a taoizmus, az tulajdonképpen azon alapul, hogy úgy old meg a problémádat, hogy szoros együttműködésben vagy a világgal. A világ rendszerével együtt forogsz, együtt úszol, flexibilisen rájössz arra, hogy nem különálló részecske vagy az óceánban, hanem te magad is óceán vagy. Tehát érzed magad, az egódon keresztül tapasztalod magad, de az óceán része, vagyis az óceán részeként tudsz tovább létezni vagy működni. Tehát ezek sokkal inkább együtt működnek az energiákkal, a rendszerekkel, nem szakítják le az egót a világról. Ugye a nyugat nagy tévedése, nagy fájdalma ebben rejlik, hogy azt hiszi, hogy az egó az a világtól különálló valami. És aztán, amikor tapasztalja, hogy az egóra hatással van a világ, oda-vissza hatások vannak, akkor meg sír. Mert meglepődik, hogy ő azt hiszi, hogy egy különálló Isten, meg főnök, aztán meglepődik, mikor leesik rá az eső, és megázik. Én megáztam, és fázok. Jé, háborút generálok, és kipusztul körülöttem az ország. Jé, lezárom a gazdaságot, mert azt mondom, hogy itt van egy betegség, és csődbe megy mindenki. Tehát ugye a keleti dolgok, azok sokkal inkább együttműködnek. Most, ha még például radikálisan is kezelik a Covidot. Például nézitek Kínába, ott nem úgy megy, hogy persze ez nekünk működőképtelen a mi világunkban, mert itt nem lehet ilyet megcsinálni. Tehát itt vagy engedni kellett volna, vagy másképpen alkalmazkodni a szituációhoz, de náluk úgy csinálják, hogyha egy megjelenik, egy beteg, lezárnak mindent. De egy hét múlva újraindul minden, mert egyből cselekszenek. Tehát az a lényeg, hogy szoros rezgésben vannak a helyzettel. Még akkor is például, hogyha Kínában nem spirituális a vezetés, mert egy szocialista pártnak nevezett császár uralkodik az országban, de ettől függetlenül a hagyományaival, az alapjaival nem tud szembe menni, tehát benne van ez a taoista, konfucionista gondolkodásmód, és hiába veti el, ezt mindig is alkalmazni fogja. Ezért olyan eredményes a világban. Ezért áll most győzése Kína. Mert az ő világfilozófiája sokkal alkalmasabb a világ jelenlegi helyzetének a kezelésére, mint például a nyugati ilyen berögzült valami. Szóval amikor demokrácia deficitről beszélünk, meg arról beszélünk, hogy egyes országban miért működik, vagy nem működik, akkor mindig néznünk kell a körülményeket. Szóval amikor jön egy ilyen értelmiség, és azt szeretné, hogy olyan demokrácia legyen itt Magyarországon, mint Németországban, sose lesz. Sansztalan. Tehát amíg a magyar gondolkodásmód van és létezik, addig nem lesz német fajta demokrácia, mert a magyarok nem fognak németként gondolkodni. Mit tudom én, az Orbán Viktor, meg a Gyurcsány, vagy majd akárki lesz ilyen vezető politikus, az se fog német módon gondolkodni. Mert magyar az a magyar módon tud gondolkodni, persze be tud építeni elemeket a másik gondolkodásából, és jó lenne egyébként, hogyha nyugaton se úgy élnének, hogy azt hinnék, hogy az ő gondolkodásuk az egyedüli és követendő példa. Hanem jó lenne, ha néha meghallgatnák, hogy például hogy gondolkodunk mi? Vagy hogy gondolkodnak az oroszok, vagy a kínaiak, vagy az amerikaiak odafigyelnének, hogy gondolkodnak a dél-amerikaiak, vagy az afrikaiak. Mert akkor belátással lennénk egymás felé, és nem állandóan darabolni, sarabolni akarnánk magunkat, hanem így egymás simogatva előrébb jutna a világ.
Tehát, hogyha nézitek most, amiről majd fogok egy külön videót csinálni, ezekre a belső égésű motoroknak a betiltásáról. Hát, ha megnézitek, tehát például európai demokráciáról beszélnek emberek, és köztük egyébként barátaim, ismerőseim, akiket szeretek nagyon. Most a Novák Katalin írt egy, vagy a Novák Katalinnál csinált a Telex egy interjút, és akkor a kommentben elsőnek látom a Herceg Zoli barátomat, hogy mondja, hogy ez a nő mondhat akármit, akkor is a főnöke más csinál, meg minden. Hát egyrészt adjuk meg az esélyt annak, hogy a Novák Katalin ad mondjon, amit szeretne, és aztán meglátjuk, hogy mit tud a mondásaiból megvalósítani. De sok szimpatikus és helyes dolgot beszél, nem is unszimpatikus lény, érző lény, tehát adjunk neki egy esélyt. Hát, ha tud egyébként a főnökén pozitív irányba farigcsálni valamit. Miért ne lehetne ilyen kimenetelés a dolognak? De ez nyilván arra vonatkozik, hogy hát itt nincs demokrácia, meg a Kárpátoknak a géniusza, mit csinál, és na most például az a módszer, ahogy a belső égésű autókat mindenféle körültekintés nélkül, tulajdonképpen parancsuralmi módon, ilyen-olyan kamu indokokra hivatkozva, ugye eltávolítják a forgalomból, és ezzel kiváltanak egy hatalmas problémát, mind ipari, mind környezeti, mind mindenféle szemszögből, az mennyire demokratikus? Vagy hogy szerződésben járó pénzeket ilyen-olyan kamu indokokra hivatkozva nem akarnak kifizetni, és amikor olyan törekvésekhez csatlakoznak bizonyos szereplők, amik megfelelnek a céloknak, és ezek a szereplők állítólag nem demokratikusak, és akkor meg ki lesz fizetve, az mennyire demokratikus? Vagy az mennyire nem korrupt? És itt most nem azt akarom mondani, hogy az egyik korrupció jobb, mint a másik. Az egyik fals működés jobb lenne, mint a másik. Csak az a lényege, azt próbálom érzékeltetni, hogy amikor itt arról beszélnek, hogy Magyarországon nincs demokrácia, meg nyugaton meg demokrácia van, meg itt ez van, ott meg az van. Itt nem, itt a jólétet, vagy a jólét illúzióját keverik össze emberek azzal, hogy a szabadságot valóban lehet-e gyakorolni, vagy nem. Mert én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, a 21. században nem biztos, hogy ez mindig így lesz, meg lehet, hogy lesz, amikor nem így lesz, de jelen pillanatban egy magyar ember például sokkal szabadabb, mint egy német, vagy egy angol, vagy egy amerikainál meg 100%-on szabadabb. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy azért, mert Amerikában fognak magukat, és gettóba zárják a csórókat, és leszharják, hogy öldöklik egymást, meg sokat lehet zabálni, meg enni-inni szar dolgokat, meg fogyasztani ócska kultúrát, de amikor a rendszer szól, és vigyázba vagy állítva, akkor vigyázba állsz. Ha megnézed, Magyarországon az emberek többsége békén van hagyva. Persze, aki beszáll valamilyen játékba, politika, nagy tőke, ott bizony, hát azokkal kell szembesülni, amit a nagy tőke meg a politika generál. De nézzétek meg a Dallas című filmet. Tehát, hogy mi a különbség a világban ilyen szempontok szerint. Ez egy nagyon érdekes kérdés ez a demokrácia, és azért mondom, hogy nem szabad ezt keverni. Tehát a jólét meg a szabadság az nem ugyanaz. A legboldogabb országok egyike például Bhután. Nem túlzottan gazdag, hogyha olyan szemszögből nézzük, ahogy ezek az értelmiségiek vagy idealisták idézőjelbe véve ezt a jólétet meg a szabadságot elképzelik. Az megint egy más kérdés, hogy a magyar kormánynak, mindenkori magyar kormánynak illő azon gondolkozni és azon dolgozni, hogy a magyarok szabadság foka mellé legalább olyan szintű jólétet, vagy gazdagságot, vagy elégedettséget tudjon prezentálni. Tehát ezen kell dolgozni. Ez meg egy más kérdés. De a kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz. Na, hát ennyi, amit így ma reggelre ezzel kapcsolatban szántam. Gondolatébresztőnek biztos, hogy jó volt. Lehet engem cáfolni.
támogatni, körbe lehet járni ezt a kérdéskört, hát ha megmozgatja a fejeteket, és akkor majd jönnek a további videók. Mindenféleképpen, és majd erről a Jézus témáról, meg a keresztre feszítésről akarok egy külön videót csinálni, mert lett a fejemben egy olyan vetülete, ami szerintem nagyon érdekes, és ezt a Takács László tanár úrnak, az opponensemnek, a buddhista főiskolából köszönhetem, mert neki volt egy kurva jó előadása, és én azt fejlesztettem egy kicsit tovább a saját fejemben, úgyhogy ezt meg fogom veletek osztani, és a kommentekbe ide is másolom ezt az előadást. Hát köszönöm, hogy megnéztetek, nagyon szép napot kívánok nektek a továbbiakban, és nem sokára jön az új klip, meg minden. Ja, és amit még tudni kell, lesz Dharma vacsora est, július 16-án a Petrol Beer és Barbecue-ban. Tehát aki szeretne jönni, az készüljön, mert korlátozott helyen férnek el az emberek, mert csak 50 ember fér be, és amelyen nagy sikere volt a múltkor, hát hamar el fognak fogyni a helyek. Nem sokára készítem az eseményt, és akkor ott benne lesz minden részlet. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok, ciao!